A tegnapi testületi ülésen 18 napi rendi pontról hoztak döntést a képviselők. 7 igennel és 2 tartózkodással szavaztak a jégcsarnok beruházásához szükséges pénzeszközről, melyet a Futballklub 60 Egyesület részére adnak át ahhoz, hogy a jégcsarnok beruházása is jó ütemben haladjon. Azt kell tudni, hogy a kézilabdacsarnok és a jégcsarnok projektnek vannak közös elemei, hiszen spórolnunk kellett a költségekkel, ezért azokat a közös elemeket csak egy-egy projektbe raktuk bele. És ennek kapcsán a kézilabda csarnok építése már olyannyira előre haladt, hogy ezekre az elemekre, amelyek a jégcsarnokban fognak megvalósulni, ezekre is már szükség van. Ugyanakkor viszont a jégcsarnok beruházás kapcsán is a TAO-s szerződéseket folyamatosan kötjük, és az a beruházás is nagyon remélem, hogy hamarosan el fog indulni, és most ahhoz, hogy azok az elemek, amelyek közösek a két projektben, azok meg tudjanak valósulni, ehhez most átadjuk a pénzeszközt. Szó volt az új 60-i felnőtt házi orvosi rendelő korszerűsítéséről is. A Bajcsi úti épület fűtési rendszerének korszerűsítési munkáiról az épületgépészeti kiviteli tervek már korábban elkészültek. A képviselők most a kivitelezőről döntöttek, aki a rendelőben elvégzi a fűtési rendszer korszerűsítését, a belső terek szükséges felújítását, valamint az RS csatorna javításra szoruló részeinek cseréjét. Ezen kívül egyhangú döntések születtek a különböző út- és járdafelújítási projektekkel kapcsolatban. A jelenlegi városvezetés évek óta kiemelten kezeli a település járda és úthálózatának felújítását, sok éves lemaradást pótolva ezekkel a projektekkel kapcsolatban. Most döntöttünk arról, hogy a Szabadságúton a Spár és az 5-ös számú iskola között felújítjuk a járdát, illetve döntöttünk arról, hogy a Túrai úton kialakítjuk a járdát, hiszen ott komoly igény volt az ott letelepült nagyüzem részéről, az ott dolgozók részéről és az ott lakók részéről is, hogy ott járdát alakítsunk ki. Tehát haladunk tovább, és ott is ki fogjuk alakítani a járdát. Most döntöttünk erről, ugyanakkor viszont az utak kapcsán pedig döntöttünk arról, hogy plusz forrást biztosítunk a kátyúzásra. A képviselők döntöttek arról a pályázatnak a benyújtásáról is, amely a Szőlőhegy területén az érintett kertekre vonatkozóan a villamos energia ellátását szeretné biztosítani.